Nem tudom, készen vagyunk-e? A csapatok 14 tréfás versenyszámban mérhették össze erejüket. Hogy melyik csapatnak volt a leghosszabb a cipőfűzője? Ki volt a legügyesebb a zsákban, futásban vagy a kocsi húzásban? Összeállításunkból ez is kiderül, mint ahogy az is, hogyan boldogultak a csapatok a pányvahajítással, a malomkődobással, a patkódobással és a többi próbával. Minden csapat, és itt mérünk centire, cipőfűzőből amilyen hosszú dolgot tud összefűzni, azt a karó elé teszi, és ez az első pont, az nyeri az első versenyt. Csak az számít, ami össze van kötve, egybe van. A 4 perc eltelt, nagyon gyorsan. És menjen a végére, aki lehet. Hiába köptek össze két hosszút. Egyben legyen. 34. Járás szentes. 34. Méter volt a szentes járás csapatának. 31. Fábián szemessén 31 méter. Minden csapata 20 méter 25 centi. Milyen jó van! Csak a mai dátum! Igen, tisztelek! 30 méter 40 centi. 30 méter 80, 31 méter 80 centi. Ez már 36 méter 80 centi. És hípolok, arra indulunk ma, jó? Ez az, kegye neki! Hop! Micsoda koncentráció! Már utolsó lépésekben nagy tapsot megérdemel, gratulálunk! Ezt megkérdezem a hölgyet, hogy hogy érte magát a kocsim. Látom, rendesen kivétel nem tudom a lovagot megérni. A fia a kocsim. Nagyon jó kívánc a tovább, és nagyon jó húzást is. Úgy is tényleg többször gyakorlottak. Akkor várj, akkor
Legközelebbi érintési pont. Ha élére esik a korong és a vonal feledül, akkor a korongnak az erősebb vonal felüli oldala az érvényes. Ha leérkezik a földre és elgurul 5 méterre, ahol leérkezett a földre, azt mérjük. Jó,
Hát akkor mindenki a kapra!